Üdvözlök mindenkit innen a megújult halászó gyerekek teraszról, ez a Várkapitányság válaszol legújabb része. Kőrösi Gábor vagyok, a Várkapitányság kommunikációs igazgatója. Különböző felületeinken nagyon sok kérdés érkezett arról, hogy mi történt itt pontosan, milyen műemlékek újultak meg és hogyan. Ugye a halászó gyerekek teraszon a halászó gyerekek szökőkútja is teljes körű restauráción esett át, illetve Donát Gyula ikonikus turulszobra is megszépülve került vissza eredeti helyére, és teljesen felújítottuk a Habsburg kaput is. A Nemzeti Hausmann programnak ugye az a célja, hogy kerteket, parkokat, sétányokat is felújítsunk az itt állt régi épületek visszaépítése mellett, úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy újabb, nagyon népszerű és izgalmas teret adhatunk át önöknek. A kérdésekre pedig a válaszokat szakértő kollégáim fogják önöknek megválaszolni, úgyhogy most minden kiderül a megújult halászó gyerekek teraszról és a környezetéről. Köszönjük a kérdéseket, és most pedig következnek a válaszok. Üdvözlöm Önöket, Sarka Nirmal vagyok, a Várkapitányság fejlesztési igazgatóságának projektmenedzser kollégája. Több kérdés érkezett hozzánk, néhányra választ fogok most adni a riport során. Első kérdésünk. Miért kellett éppen most megújítani a halászó gyerekek teraszát és a Habsburg kaput? A halászó gyerekek kútja egy restauráláson, felújításon esett át, mely során a kútnak a pozíciója és mérete is megváltozott. Ez indokolttá tette, hogy a körülötte lévő teraszt is felújítsuk. A tér felújítása során a tér alatt húzódó összes közművezeték felújításra került, új növények kerültek kihelyezésre, valamint hulladéktárolók és kandelláberek ékesítik a megújult teret. A Habsburg kapu, a turulmadár és a lépcső szorosan illeszkedik a felújított teraszhoz, ezért logikus döntés volt annak egyidejű felújítása. A Habsburg kapu felújítására azért volt szükség, mert a vaselemek korrodálódtak, valamint a kőelemek is koszosak voltak, azokat tisztítani kellett. Az alatta húzódó lépcsőnek a lépcsőfokai szintén kifagytak, azok balesetveszélyesek voltak, ezeket helyre kellett állítanunk. Második kérdésünk. Az építkezések miatt sok helyen nehézkes a gyalogos közlekedés a vár területén. A Habsburg kapu és környezetének megújítása enyhít ezen? A felújítások során le kellett zárnunk a Habsburg kapu alatti lépcsőt. Az átmeneti időszakra építettünk egy fa gyalogos járdát, mely biztosította a közlekedési kapcsolatot a Savoyai terasz és a Szentgyörgy tér között. A lépcső felújítása után újra meg tud nyílni ez a közlekedési lehetőség, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a két tér között. Azt is fontos elmondani, hogy a tér felújítása során helyreállítottuk a kiforgott macskaköveket, a térnek a burkolata teljes terjedelmébe megújult. Utolsó kérdésünk. Miért kellett leemelni a helyéről a turulszobrot? Nem volt veszélyes manőver? Az építőipar önmagába véve veszélyes üzemnek minősül, a megfelelő előkészülettel, szaktudással és pontos munkavégzéssel ezek a kockázatok minimálisra csökkenthetőek. A turul felújításához kénytelenek voltunk lehelyezni a turult a talapzatról, mivel a felújításhoz teljesen körbe kell járni a turult, minden egyes centiméterén dolgoztak a szakértő kollégák. Emellett az időjárási körülmények is kedvezőbbek a földre lehelyezett restaurálási munka során. A turult szobor 5 méter magas, 7 méter szárnyfesztávolsággal rendelkezik, és több mint 9 tonnás súlyú. Leemeléséhez meg kellett várnunk a kedvező időjárást, direkt olyan napok lettek kitűzve mind a leemelés, mind a visszaszállítás időpontjára, amikor szélcsend volt várható. A szobor leemelését egy 60 tonnás daru végezte, és szállította el a Savoyai teraszra, ahol egy nyitott sátorban végezték a felújítását. Köszönöm szépen a figyelmüket, átadnám a szót restaurátor kollégámnak. Köszöntöm Önöket, Csányi Szobos restaurátor vagyok. Érkezett néhány kérdés a munkánkkal kapcsolatban. Az első, miért szabadtéren a Savoyai teraszon restaurálták a szobrot? Tartani lehetett attól, hogy nem bírja az elszállítást? Hát két oka volt, egyrészt meglehetősen rossz állapotban volt, amikor lebontottuk. Ennek az ellensúlyozására már a daruzáshoz is szükség volt egy emelőkeret készítésére. De ez az egyik része a dolognak. A másik, ami miatt a szállítást elvetettük, hogy a méreteiből fakadóan már a várból való kivitele is elég körülményes, hát majd, hogy nem lehetetlen lett volna. Tulajdonképpen egyetlen útvonalon lehetett volna kijutni a várból egy ekkora méretű szoborral, de még akkor is a közúti szállítás is akadályokba ütközik. A következő kérdés, milyen javításokra volt szükség? Itt az elmúlt évtizedek alatt egy viszonylag vastag szennyeződés réteg, illetve hát a természetes patinák egymással keveredve borították a szobrot.
A természetes patina az, az hozzátartozik a szobor megjelenéséhez, tehát azt igyekeztünk mi is megőrizni a munkálatok során. A vastag korom, szennyeződés, egyéb ilyen-olyan kérgeket, ezeket eltávolítottuk a felületéről. Ez, ami a külső részét illeti, ami ennél fontosabb és lényegesebb volt, bár kevésbé látható, hogy a szobor tartó szerkezete, ami vasból készült, illetve a bronzelemeket összekötő csavarok, amik szintén vasból vannak, vagy voltak, ezek elég erősen korrodáltak. Úgyhogy a csavarokat ki kellett cserélni, ezek most rozsdamentes acél kötőelemekre lettek cserélve, illetve a vászszerkezet kapott egy tisztítás, megerősítést ott, ahol erre szükség volt. A szobor egyébként úgy épül föl, hogy van maga a bronz héj, amit kívülről látunk. A belső tartószerkezet pedig a talpában van egy ilyen jó 10 cm vastag öntött vas tömb, ami a teljes talapzatot kitölti. Ez tulajdonképpen egy tőkesúly, egy nehezék, ami a szobrot stabilizálja. Hát itt a helyzetéből, meg a méreteiből, meg a formájából adódóan nagyon komoly erőhatások vannak, amik ezt a szobrot próbálják elmozdítani a helyéről, illetve az, hogy szárny van, gyakorlatilag ugyanaz a jelenség erős szélben előáll, amitől a repülők fölemelkednek, tehát ennek az ellensúlyozására készült ebbe egy komoly tartószerkezet. Ezek négyzetacélok, amik a lábából indulva a testén keresztül nyúlnak fel a szárnyába, és tulajdonképpen azokat az erőket, amik a szárnyon jelentkeznek, azokat kompenzálják, illetve felveszik. Következő kérdés, hogy milyen munkálatok történtek a halászó gyerekek kutyával kapcsolatosan. Hát ez is két részből áll. Egyrészt van a medence, illetve a kút, ami a Hausmanni rekonstrukció, illetve a Hausmanni formához történő visszalépés értelmében nagyobb lett, tehát az eredeti méretébe épült vissza. Újak a ciklák, tehát kevesebb kő volt, új kőkupacot kellett építeni. Volt néhány archív kép, ami ebben a munkában a segítségünkre volt, illetve támpontot jelentett, illetve maga a szobor, ami restaurálva lett. Itt volt rajta néhány kisebb hiány. A kislánynak a cofja, aki itt a szoborcsoportnak a bal oldalán kapaszkodik, az egyik cofja hiányzott, azt kellett rekonstruálni, illetve hát itt is néhány olyan luksérülés, egyebek voltak a szobron, amit javítani kellett, és hát itt is a korábbi lágyforoszos javításokat értékeltük át, és készítettük újra bronzhegesztéssel. Remélem, hogy sok mindent megtudtak a megújult területről és a műemlékekről. Ahogy látják, itt mögöttem egy karácsonyi vásárral is készültünk, van finom forró tea, forralt bor, rétes, kürtös kalács is, úgyhogy érdemes ide eljönni, és készültünk egy karácsonyi kiállítással is, amely a Karácsony a Várhegyen címet viseli, a régi idők karácsonyaiba is be lehet pillantani. Hogy várjuk Önöket, érezzék jól magukat nálunk, minden jót kívánok, viszontlátásra!